Apkarucs Géza vagyok, Székesfehérváron születtem, itt éltem és itt dolgoztam mindig. Gyerekkoromban nem gondoltam, hogy orvos leszek, szerettem sportolni, mint mindenki, szerettem játszani, olvasni, majd mivel elég jól tanultam, sikerült az orvosira bejutnom. Ez ebben része volt talán annak is, hogy édesapám maga is orvos volt. Az egyetem alatt, hogy fejlődtem, éreztem, hogy a manuális szakmák jobban vonzanak, és így lettem Fehérváron baleseti sebész, amelyet gyakorlatilag hosszú ideig műveltem. Majd lett egy a szakmán belül egy váltás, és a sportsebészet fele orientálódtam. Ebben volt egy szerencsém, a feleségem szint, mint profi sportó, magyar állott kézilabdás, egy kicsit még közel vitte ehhez a világhoz, és amikor elkezdődtek a sérülések itt a környéken, és láttam, hogy senki nem foglalkozik vele, gondoltam, megpróbálom a baleseti sebészet, mert ezt a területet kicsit jobban művelni. Ebben a másik nagy szerencsém volt, hogy az unoka bátyám Stuttgart volt a szívsebészetnek az egyik vezetője, és ezért tudott szerezni egy ösztöndíjat, és az artroszkópos műtéteket így gyakorlatilag Németországban megismerhettem. Mégpedig nem is akárkinél, az akkori Európai Sportsebészeti Társaság alelnökénél. És onnantól indult el ez a fajta munka, amelyet gyakorlatilag ma már szinte egy oldalon végzek. Reggeltől estig ez a hobbim, ez az életem, és szívesen csinálom. Persze ezek keltek aktív kollégák, akik mindig segítették ezt a munkát. Gyakorlatilag az ország egyik sportsebészeti centrumává nőttük ki magunkat. Ennek megfelelő műtéteket végzünk nagy számban, különböző szintű sportolókon, NB1-eseken, de megyei osztályokon is.